Szép napot kívánok, ez itt a Paletta. Mai adásunkban is változatos témákkal készültünk. Beszélünk tiltott kastélyokról egy dokumentumfilm sorozat kapcsán, aztán egy izgalmas fotókiállításról is lesz szó, és stúdiumba várjuk Hobót is, kezdünk! Hogy mi lesz Kükülővárral? És mi lesz a maroknyi kükülővári magyarsággal, amelynek nem éppen baráti környezetben kell küzdenie a megmaradásért? Vajon mit rejtenek a tiltott várkastély falai Kükülővár fölött? És a görögkeleti templom szomszédságában miért kell foggal körömmel megvédeni a magyarok rejtélyes templomát? Ezek a kérdések foglalkoztattak minket is, amikor útra keltünk Erdély szívébe. A Hír TV február 10-én tűzi műsorára Major Anita és Margitai Gábor Tiltott kastélyok című sorozatának új epizódját, a kükülővári hallereket. Ebből láthattunk most egy részletet az imént, vendégeim pedig a két rendező, vagy társrendezők, mondhatjuk úgy is. Hát már eleve az, hogy tiltott kastélyok, hogy ez egy érdekes főcímmel mondjuk így a sorozatnak. Mit jelent az, hogy tiltott kastélyok? Éppen ez a kastély, amelyről most beszélgetni fogunk, ez adta a címét ennek a filmsorozatnak, illetve az egész projektünknek, amely filmekből, könyvből és kiállításból áll, vándorkiállításból. Ugyanis ez egy olyan kastély, amelyet gyakorlatilag meg kellett ostrobolni. Tehát ez nem egy hagyományos filmezési szituáció, amikor oda megy a stáb és kényelmesen, itt a stábon elsősorban kettőnket kell érteni, oda megy és tálcán kínálják neki a felvételi lehetőséget. Ezt a várat több évtizeden keresztül ostromoltuk, a szószoros értelmében szinte, hiszen amint majd beszélgetni fogunk erről, ez egy román kézben lévő egykor nagyon fontos magyar történelmi emlékhely, ahol gyakorlatilag a magyarokat nem túl szívesen látták. Ez jelenti azt is, hogy esetleg veszélyérzete volt az embernek, vagy annyira azért nem súlyos a helyzet? Hát ez egy mély szórvány terület, magyarok már csak nagyítóval találhatók. Van ugyan még egy református kis közösség, amely Barabási Endre református lelkész vezetésével éldegél ott a román tömbben, de igazából veszélynek nem voltunk kitéve, de nem egy biztonságos érzés, amikor román tömegben mozog az ember. Ezt egyébként nemrég Gyulafehérváron a 100 éves évfordulón is megtapasztalhattuk. Ugyan incidens akkor sem ért bennünket, de azért az emberben benne van ez a fajta izgalom. Történészként is jelen vagy úgymond a stábban, hogy így fogalmazzak. Nyilván előkészületek zajlanak, előtte felkészültök ott a történeti, de azért nagyon sok újdonság, biztos, hogy van, ami spontán, vagy valami, van ilyen, amikor megérkeztek, és atyaig erre nem gondoltunk. Mindig van ilyen, ugyan megpróbálunk elméleti szinten is felkészülni, kapcsolatokat építeni előtte, és természetesen nem csak forrásmunkákból tájékozódunk, hanem a helyi viszonyokkal is. Több évtizede végzünk egyébként kisebbségkutató munkát a Kárpát-medencében, úgyhogy olyan igazán nagy meglepetések nem érnek bennünket, de mindig vannak spontán kialakult helyzetek, és mindig ezek a legjobbak, és a váratlan szituációk hozzák a legtöbbet. Az alkotásoknak. Nem csak nektek, hanem a film szempontjából is. Hát abszolút. Igen, hogyha megengedsz egy konkrét példát, itt ugye úgy mentünk neki ennek a forgatásnak, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. Fölkértük Gróf Haller Béla urat, akinek a családja birtokolta ezt a kastélyt, mert egyáltalán nem volt biztos, hogy be tudunk jutni, és az ő jelenléte, illetve a helyi református lelkész jelenléte volt az, amelyik az utolsó lökést adta, hogy bejuthassunk ennek a várkastélynek a belsejébe, és megnézhessük, hogy román kézbe kerülve vannak-e magyar emlékek, vagy a magyar felület látható maradt-e, vagy nem? És ezt elhoztátok nekünk, ami egy nagyon nagy dolog. Akkor a Hallerekről, jól mondom, beszéljünk egy picit, hogy akkor ugye rég múltba nyúlik vissza az ő történetük, egy picit azért hozzuk a nézőköz közelebb őket. A Haller család, nyilván nem teljes családfát nem lehet mutatni, de az ő történelmi jelentőségük a magyar történelemben az, hogy egy-két generáción belül a 13. századtól kezdve, vagy kicsit később megmagyarosodtak, Budán, Mátyás király udvarához is tartoztak, és aztán Erdélyben gyakorlatilag nem lehet olyan történelmi pozíciót megnevezni, amelyet ne töltöttek volna be Hallerek, ahogy az erdélyi főnemesi családok általában adtak kormányzót, adtak mintagazdát, tehát
a teljes spektrumát lefedik a magyar történelemnek, és hát ugyanaz a sors érte őket 1945 után, amely az Erdély, sőt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencei, a Varsói Szerződés későbbi tagállamaiba szorult magyar arisztokratákat, vagy általában az arisztokratákat, hogy veszőfutásra kényszerítették őket, az erdélyeket kitelepítették szintén kényszerlakhelyre, nagyon sokukat lágerekbe zártak, sokukat meggyilkoltak koncepciós perek folyamán, úgyhogy a hallerek is átvészelték ezeket az időket, de hát nyilván megcsonkítva, meg nem törve, ez nagyon fontos, és a filmünk főszereplője, az egyik főszereplője Haller Béla, akit egy 21. századi lovagnak lehet tulajdonképpen nevezni, ő egy középiskolai tanár Marosvásárhelyen, de megtestesíti mindazt a szemléletmódot és értékrendet, amelyet az erdélyi arisztokrácia. Végül is mondhatjuk, hogy a film nem csak a múltról szól, hanem a jelenlegi küzdelmekről is, ez így van, jól gondolom? Így van, az erdélyi főnemesség restitúciós küzdelmeiről szól, arról a harcról, amelyet a családok indítottak a restitúciós román törvények bejövetele után, hogy visszaszerezzék az elkobzott elvett javaikat. Sajnos ez a Haller család esetében nem volt éppen sikeres dolog. Ebben az is közrejátszott, hogy talán mondhatjuk így, hogy rossz ütemérzékkel léptek. Először úgy tűnt, hogy megelőzik a korukat, egy adminisztratív hiba folytán, ugyanis nem lett a telekkönyvbe bejegyezve a román állam, mint tulajdonos, és ezt megpróbálták kihasználni, úgy gondolták, hogy lépés előnyben vannak, és ezzel kívántak élni, hiszen még mindig a Haller család jogos tulajdonában volt papíron a kükülővári várkastély. Azonban a későbbi törvények olyan töredezetten és logikátlanul jöttek, amely már nem kedvezett a Haller családnak, és végül is az lett ennek az egésznek a vége, hogy el kellett adni jutányos áron a kastélyt, és egy olyan családnak a kezébe került, ez a Néksulescu család, egy román új gazdag család, amely annak idején a diktatúrában a Ceausescu rezsimnek volt egy kedvezményezett családja. Na jó, hát látszik, hogy nagyon izgalmasra sikerült ez az epizód is, tehát még egyszer február 10-én a Hír TV-n a Tiltott Kastélyok Kükülővári Hallerek című film. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.